Egy pakisztáni bíróság 14 év börtönbüntetése ítélte Imran Khan volt kormányfőt és feleségét korrupció miatt. Mindössze egy nappal azután, hogy államtitkok kiadása miatt 10 évre ítélték a már jelenleg is börtönbüntetését töltő politikust. Khant és feleségét a 2018 és 22 közötti miniszterelnöksége idején történt állami ajándékok törvénytelen eladásával kapcsolatos ügyben ítélték el. Khan ellen lemondatása óta 150 eljárás indult, ezért nem jelöltethette magát a február 8-ai parlamenti választásokon.